Nagyon szép napot, kellemes időtöltés mindenkinek, tartsatok velünk. Az új gép, amit meg fogunk nézni, egy Dacia Sandero Stepway verzió. Az autónk 2010 ötödik havi darab, és itt alvásszám szerint meg tudjátok nézni, ellenőrizni, amúgy megmutatom majd a szervisz fizetében és az adatokat. Euro 4-es a benzinmotor az autóban, ez egy nagyon jó kis Renault motor benne, egy 8 szelepes Renault motor, 87 lóerős, szépen megy, és elnyűhetetlen, garantálni fogom nektek, hogy jó sokáig fogja bírni, olaj, víz legyen benne, és megy a világ végéig. Legalábbis mehettek vele 26.4.18-ig, mert hogy friss műszak is az autó, és így nektek ezzel nem kell majd foglalkoznatok. Ezt leteszem, és belenézzünk a motortérbe. Tetén látjátok, van tetőkorlát, ez ilyen bordos, barnás szín, nagyon szép kis ezüst díszítő elemek szaladnak rajta, egyszer itt a küszöbnél a tükörborítás és a kilincsektől fogadjuk is, nagyon szép ezüst színűre vannak fújva, meg itt elől a hűtődísztrácsunk alatt lévő rész is. Rögtön látjuk, hogy kötfényszóros, azt is látjuk, hogy tiszta, szép, áttetsző lámpái vannak, egészséges szélvédője. Íme. Renault 1.6 injekción, az van ideírva, teszi is szépen a dolgát. Jó, jó, jól megy. Na, szóval, van benne klíma, ugye? És nem csak benne van, hanem működik is, és nagyon jól működik benne a klíma. Megfelelő folyadékszintek, amire rá tudunk ide nézni. Rá tudunk nézni itt is az alvás számára, és így össze tudjátok vetni a, amit mutattam előbb, ugye, jármű műszaki adatlapot is. Én ezt becsuknám, és nézzük tovább a gépet. Hoztam itt a hőmérőmet, remélem most üzemel, éppen mert, hogy ugye az ellen egy kicsit oda van, 26 fok van itt a telepen különben. Mindkét oldalát megnéztük, ugye, egybe van, rendben van, használható, nem kell szégyenkezni a szomszédok előtt és haverok előtt, hogy miért vetted meg ezt a kocsit. Miért vettem meg? Azért vettem meg, mert van hozzá 4 darab nagyon szép alufelnyés az autóhoz. A nyári gumi rajta már elfáradt, viszont a felnyés szép, normális, mind a 4 darab. Megvannak ez kis díszítő, közepei a járgányunknak, és rá is van írva, hogy Dacia. Ez az övé, ezt megkapjátok ide, bele fogjuk tenni. Azért is van a kalaptartó oda helyezve, mert hogy innen vettük ki, és ténylegesen össze is piszkítottuk ezt a szép kis Sandero-nak a fenekét. Ugye a pótkereket ne keressünk itt, mert hogy ugye itt lemez van, mert a pótkerék alatta van, azt a kis csavarintót le kell tekerni, és úgy tudunk hozzájutni a pótkerékhez, egy kosárkába van elhelyezve valószínűleg. Megnéztük a hátulját, belenézzünk a csomag tér után, ide az utasokhoz is, akik nincsenek benne, viszont ezt arrébb teszem, és így látjátok, hogy normális állapotban van ugye ez az ülés és szövetülés, itt kézzel tudjuk tekergetni ugye az ablakokat, elő pedig ilyen kis kapcsolókkal tudjuk munkára bírni majd ezt a két ablakot, azt mondja, hogy stepway, és hogy nézzétek meg, teljesen szép az ülése. Azt mondja, hogy mi van benne, 128.154 kilométer futású az autó. Elasszanak a kontrollámpák, de majd ugye újraindítom, és akkor biztosan mehetünk, hogy minden rendben is van vele. Van egy jó kis bőrkormány itt előttem, lámpamagasságállító, mondtam ugye, hogy van benne elektromos ablak, és ez működik is, mind a két oldalról reméljük. Íme. És akkor bekapcsolom nektek a klímát, és mindjárt meg fogjuk nézni, hogy be is kapcsolt a kompresszor, hallom, mindjárt megismérem nektek, nagyon gyorsan összeszedi magát különben, és iszonyatos jó hideg levegőt csinál. Jó, kicsit hagyjuk még, hogy dolgozzon. Itt van a stepway-nek az alvásszáma szintén, ugye ez a szerviz füzete, egy Natasha nénié volt különben, kettő gazdás, mind a kettő nő volt, ez hogy jót jelent, vagy rosszat, azt mi tudjátok, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy ez jegyben van ez az autó, és ugye Ausztriából hoztuk be ezt a kocsit, és ezért ugye úgy látszik ez a néni néha kirándult, mert hogy van itt egy osztrák térkép is hozzá, és nem csak az van benne, hanem van benne egy jó kis CD, és pont ehhez való, az utazáshoz való CD-nk van benne, látjátok,
jó zenék vannak rajta, ezt találtuk benne, ezt fogjuk most hallgatni, meg ti is, nektek adom ajándékba, hallgassatok ilyen jó zenéket. Az autónknak a váltója 5-ös váltós, a kéziféknünk behúzva, és akkor jussunk ahhoz hozzá, hogy megmérem nektek ezt a klímát, megpróbálom ide dugni ezt a kis műszert, nézzétek meg, nagyon jó hideget csinál, jönnek ott a hideg levegők bőségesen, és ezzel vissza is veszünk belőle. Már is gurulok fel egyet. Néni is nyomkodja a telefonját. Remélem, hogy figyel rám. Én bekötöttem, én figyelek rá. Na nézzük akkor, hogy hogy indul. Nem. Baj, ha visszajöttünk, mert zöld a lámpánk. Ő is felkészül, de izgalmas történeteket talált a chat szobájában. Hát tankolnunk kell, de egyéb iránt más hibánk nincsen. Nagyon szép egyenes állásban áll a kormányunk. Ami szimpatikus benne idősebbeknek főképpen, meg akik már nem szeretnek így nagyon a földön ülni, hogy jó fönt van az ülése a gépnek, és csak így beteszük a fenekünket, vagy kiszálláskor kirakjuk a lábunkat, és befordulunk, vagy kifordulunk. Nagyon jó. Be lehet csücsülni, meg kiszállni a kocsiba, a kényelmes kis autó. Illetve, hogyha valakinek van olyan telke, ahol nem százasak az utak, mert miért legyen egy telek, járatra jó az út, azt is majd vidában veszi a gépünk, mert hogy jó magasan van a gép. Abszolút megbízható. Jó kis motor ez a 8 szelepes Renault motor. És ezennel így látjátok, körülbelül egy végig is értünk. De mint mondottam, ugye ezt most rögtön újra fogom nektek indítani, mihelyest innen az útból el fogok jönni. Csináltam egy jobbra-hátra mozdulatot, ez a hátrameneti fokozatunk. Berakjuk majd a kerekeket nektek oda a hátuljába. Íme, megérkeztünk. Na nézzük meg akkor, hogy kikötöm magam, és akkor újraindítjuk a gépet, hogy ti is lássátok, hogy hogy üzemel. Amúgy a kulcs a távirányítós, ha minden igaz, látjátok, mutatom innen talán, így jobban fogjátok látni. Kinyit, bezár, kinyit, tehát üzemelteti az autót. Ugye immobilizeres kulcs, elforgatjuk a kulcsot. Még egyszer, és akkor remélhetőleg minden rendben is van, egyedül az üzemanyagunk kevés. Úgyhogy legyetek jók, az M3 autóparkba, a Sandero vár benneteket, a viszontlátásra, jöjjön!